A Gyáli Ady Endre általános iskola idén ünnepli fennállásának 45. évfordulóját. Ebből az alkalomból a Lendületben Gyál 2017 rendezvény sorozat keretében a múlt héten iskola történeti kiállítást szervezett az intézmény tantestülete és diák közössége. A kiállítás megnyitóján Gazdikné Kassa Csilla intézményvezető köszöntötte a helyi közélet jeles képviselőit. A születésnapi ünnepségek mindig azért vannak, hogy a közösséget, a szellemi hitvallást erősítsék, hangzott el az iskola történeti kiállításon, melyen elhangzott az is, hogy az önkormányzat 500.000 forinttal támogatta a jubileumi iskolai rendezvényeket. Nagy öröm számomra, hogy ennyien elfogadták a meghívásunkat, hiszen a születésnap ünneplése az mindig arra ad alkalmat, hogy erősítsük a közösségünket, azt a nagy családot, aki az Ady iskolához kötődik, aki itt tanult, itt dolgozott, ide járatta vagy járatja a gyermekét, és aki azokkal az értékekkel azonosul, amelyek a mi szellemiségünket, hitvallásunkat meghatározza. Amikor ilyen sokan összejövünk, akkor mindig úgy örül a szívünk, mert igazán ilyenkor látható, hogy az Ady család egy igazi nagy család. Mindenki tudja, hogy az idén ünnepeljük településünk várossá avatásának 20. évfordulóját, és mivel mi az iskola 45. születésnapját ünnepeljük, ezért csatlakoztunk a város Lendületben Gyál 2017 rendezvény sorozatához. Itt köszönöm meg az önkormányzatnak, hogy 500.000 forinttal támogatta a jubileum méltó megünneplését szolgáló rendezvényeinket. A születésnapi programok tervezésénél az jelentette tantestületünknek az igazán fejtörős feladatot, hogy megtaláljuk azt a módot, hogyan lehet közelhozni az intézmény történetét a mai gyerekekhez. Ők sajnos már nem rendelkeznek személyes élménnyel, tehát nem tudják, mi volt az az úttörő élet, nem tudják, hogy ki volt az a Géza bácsi, és egy halom olyan tevékenység, olyan szórakozás, ami akkor jelen volt az életünkben, ma már feledésbe merült. Azt találtuk ki, hogy a retro korszak, vagyis az iskola alapítását követő 3 évtized gyermekéletének élményszerű megjelenítésével közelítjük meg az iskola történetét. Így készült el ez a kiállítás is. És ez a fő témája az egész tanévünknek. Nem az iskola életét dolgoztuk fel témakörök szerint, mint a korábbi kiállításokon, hanem a korszakét sok-sok Adis emlékkel megtűzdelve. A 70-80-90-es évek kora ma még nem hangsúlyos része a történelem tanításnak, ugyanakkor már nem része a jelennek sem, és eléggé távol áll a mai digitális kor gyermekeitől. Az volt a célunk a kiállítással, és az egész tanévben is ez a célunk, hogy a korszak megismerésével közelebb hozzuk egymáshoz a ma iskolába járó gyermekeket, és szüleik, illetve nagyszüleik generációját.
Fontos, hogy tudják, hogy milyen meséken nőtt fel, milyen zenére táncolt, mit játszott, kiért rajongott, és milyen életérzést hordozott magában az a fiatal, aki a 70-es, 80-as években járt ide az Adi iskolába. Bizonyára tudják, hogy már harmadik éve próbálkozunk a projektmódszerrel. Ennek a lényege nagyon leegyszerűsítve az, hogy nem tanórákon, hanem különböző foglalkozásokon, különböző tevékenységek segítségével teszünk szert és dolgozunk fel egy témakört, tehát nem töltünk egy percet sem a padban ülve tankönyvelőt, hanem kirándulunk, játszunk, kézműveskedünk, alkotunk, és közben sokféle ismeretet szerzünk. Így nálunk a jövő hét az retro hét lesz. Azon túl, hogy megnézzük és feldolgozzuk a kiállítás anyagát, számos más program is színesíti majd az életünket. A kisebbek a közelbe, és ajánlom mindenkinek ezt a jó szórakoztató programot, tehát ide a közelbe Vecsésre fognak kirándulni a Bálint Ágnes Múzeumba, ahol megismerkedhetnek a Futrinka utca lakóival, Frakkala macskák rémével és társaikkal. Megnézik majd filmen a Mézga család és a Kukori és Kotkoda című meséket, a nagyobbak pedig a Szentendrei Retro Múzeumba, majd pedig a BKV Múzeumba látogatnak el, ahol talán még egy Icarus buszt vagy egy Trabantot is ki tudnak próbálni. Moziban ők a retrókor egyik népszerű összefoglaló filmjét, a Made in Hungáriát nézik majd, és sikerült szereznünk diszkótánc oktatót is, a hallgatunk Abbát és Boniemet, és elővesszük a régi bakelit lemezeket. Játszunk Moncsicsivel és Búgócsigával, Agykirály katonázunk és számháborúzunk, és matek órán pedig a főszerepet a Gazdálkodj okosan társasjáték fogja kapni. Az egy külön nagyon nagy feladat volt, hogy annyi kalapgumit, fűrészport és színes ezüstpapírt tudjunk szerezni, hogy minden gyerek tudjon készíteni majd magának a jövő héten egy similabdát. És most hadd mutassam be a kiállítás részeit. A jobboldali, nekem jobboldali zsibongóban régi taneszközök, játékok, adis emlékek és az iskolai hétköznapok tárgyai és emlékei láthatók. Vélhetően egy csomó olyan, amire mi is rácsodálkozunk a gyerekkorunkból, hogy szerettünk azzal játszani. Tőlem balra a 201-es terem, ami ugye ketté nyitható, ott két részből áll a kiállítás. Az egyik felében mi is voltunk diákok címmel a pedagógusok személyes iskolai emlékei, köztük azoké, akik maguk is adis diákok voltak. Szeretném elmondani, hogy a tantestület erős kötődéseit jellemzi, hogy még mindig van közöttünk 11 olyan munkatársunk, akik ide jártunk általános iskolában. A személyes emlékek mellett egy ilyen lányszoba hangulatát próbáltuk megjeleníteni, ott a rocksarok, az addig akkori digitális eszközökkel, és mellette pedig, ahogyan annak idején kidekoráltuk a szobánkat a különböző plakátokkal és rockstárokkal, tehát ezt lehet megnézni. Próbáltuk a 201-esben kihasználni a Smart Terem adta lehetőségeket. Az egyik kivetítőn az elmúlt 45 év fotóiból tekinthetnek meg egy véget nem érő vetítést, és egy nagyon-nagyon kényelmes retro ülőgarnitúrára lehet leülni mindeközben. A másik kivetítőn pedig az elmúlt 40 év tablóiból készítettünk egy összeállítást, és hát nagy öröm számunkra 136 tablót tudunk megmutatni, 4 hiányzik összesen. A 72-73-as, illetve az azt követő tanévből hiányzik 4 darab,
ezt már 5 évvel ezelőtt is nagyon kerestük, reméljük, hogy ez a rendezvény sorozat, ami az idén lesz, ez talán alkalmat ad arra, hogy azokat is megtaláljuk. A folyosón a retro szabadidős tevékenység emlékei láthatók, tehát sportélet, révfülöpi tábor, sok-sok kirándulás és úttörő élethez kapcsolódó emléktárgyak. És a lift teraszán pedig egy mindenféle válogatás nélküli fotókból álló nagy-nagy kavalkádot láthatnak, tehát igyekeztünk sok mindent összeszedni. Az ünnepségen felcsendült az Azért vannak a jó barátok kezdetű dal is, melyet közösen énekeltek el. Azért vannak a jó barátok, hogy melyen összetámult, vissza hozzánk kézzel, majd eszélyt napon. Azért vannak a jó barátok, hogy az eltűnt boldogságon, visszaidézzék egy fázós alkonyon. Azért vannak a jó A pohárköszöntőt mondó polgármester a tanári kar és az iskola vezetés stabilitását hangsúlyozta. Ebben a városban az elmúlt 50-60 évben folyamatosan az intézmények bővültek és épültek. Én emlékszem rá, 1972-ben lettem 8-os, és akkor választották szét a Rákóczi iskolát, és talán még akkori Kossuth iskolából is kerültek ide gyerekek. Sokan azt mondják ma, hogy micsoda nagy törés ez a gyermekek életében. Én nem vagyok pedagógus, én azt gondolom, hogy mi akkor ezt nem így éltük meg, hanem úgy éltük meg, hogy a pályatársaink átmennek egy sokkal szebb, modernebb iskolába, mint a miénk, és talán mi még irigykedtünk is erre. Szerintem sokan közülünk emlékeznek Kovács Géza bácsira, akiről az a hír járta, hogy fogadott az osztályban, hogy a matek feladatot nem tudják megoldani, ha megtudják, akkor ő kézen áll az asztalon. Megoldották. Géza bácsi kézen állt, és hullott a zsebéből, ami benne volt, tehát tanúbizonyságban erre, hogy ő kézen állt. Azt gondolom, hogy ez ennek az iskolának egy alapja volt, ő elindította. Aranka néni korszaka jött, aki erre az alapokra építve tovább vitte ezt az iskolát. A Géza bácsi és az Aranka néni alapjaira Csilla építkezik folyamatosan, és ennek az intézménynek, ennek az iskolának az egyik legfontosabb dolga az, hogy mindösszesen az elmúlt 45-ben 3 igazgatója volt. Ez egy folyamatosságot, egy minőségi munkát irányoz elő, és többek között azt is, hogy a város folyamatosan támaszkodhat erre az intézményre, hiszen folyamatos, felívelő szakmai munka folyik. Az iskolának mindig igénye van a fejlődésre, ezt a város igyekezett segíteni a saját eszközeivel. Az Adi család egy különleges szemléletű úgynevezett retro keretet adott az összegyűjtött anyagnak. A képi anyagok mellett láthatók a 4 évtizedben alkalmazott szemléltető eszközök, szögmérők, számológépek, diavetítők. De rácsodálkozhatnak az egykori formaruhákra, és keresve sem találhatnánk ma olyan kislányt, aki felvenni a kiállított tornadreszt, amelyet anno kívülről ráhúzott gumival próbáltak egyedivé tenni. De a fiú és lány szobák falát díszítő beat korszak posztere is megtalálhatók meg annyi érdekesség között. A nosztalgia sarokban sport szeret, pezsgőpor és téli fagy várta a vendégeket. Tavasszal iskola történeti könyv kiadását tervezik, de egy nagy Adis találkozó is a program része lesz. Május 19-én a családi napot és egy nagy retro bulinak szánják.